Jó estét kívánok, kedves nézőink! A műsor legelején nézzük meg, mit kínálunk Önöknek a következő egy órában. Hány minisztériuma lesz a kormánynak? Kik lesznek az új miniszterek, és kik azok a külföldi szakértők, akik tisztséget vállalnak az átalakított kabinetben? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a stúdióban a parlamenti pártok képviselőivel. Hogyan látják a vajdasági RTV helyzetét a nemzeti tanácsok elnökei? Permetszerrel kezelt, egészségre káros csemege kukoricát loptak el a Becsei mezőgazdasági kombinát parcelláiról. Milyen lesz az iskolakezdés a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban? Nézzék meg a napjainkban! Riporterünk a helyszínen kísérte figyelemmel a köztársasági képviselőház ülését, amely a minisztériumokról szóló törvény módosítási javaslatát vitatta meg. Kapcsoljuk most a szerbiai parlamentet, ahonnan Brücker István kollégám jelentkezik. István, meddig tart még a parlamenti ülés? Köszöntöm a napjaink nézőit Belgrádból, a köztársasági képviselőházból. A minisztériumokra vonatkozó törvénytervezetről szóló vita délelőtt 11 órától tart, és nem kizárt, hogy csak késő éjszaka ér véget. A parlament egyetlen napirendi pontot vitat meg, ez pedig a minisztériumokról szóló törvény módosító javaslata, amelyet a kormány tegnap továbbított a képviselőházba. A javaslat szerint az átalakított kormányban az eddiginél egyel több tárca lesz, tehát 18, mivel külön választották a gazdasági és a pénzügyi minisztériumot. Az ülés kezdetén az ellenzéki képviselők kifogásolták, hogy a kormányfő helyett Nikola Selaković igazságügyminisztert képviselte a kormányt. Az ellenzék nehezményezte továbbá, hogy a vonatkozó törvénymódosítás tanulmányozására kevés idejük volt. Felrótták, hogy nem ülhetett össze minden képviselőházi bizottság. Szóvá tették azt is, hogy nem ismeretes a leendő miniszterek névsora. Ez utóbbi kérdés heves vitát váltott ki a hatalmi koalíció és az ellenzéki pártok képviselői között. A szópárbaj személyeskedésbe csapott át, és a délelőtti ülésen értelmi kérdésekről és érdemi kérdésekről kevés szó esett. A délutáni ülés Alexander Vučić és a Demokrata Párt képviselői közötti éles vitával kezdődött. A miniszter nélkül maradt Szerbia Egyesült Régiói több indítványt terjesztett be. Ezekben bírálják a pénzügyi és a gazdasági tárca ketté választását. Vučić felszólította a képviselőket, hogy a nézetkülönbségeik ellenére is konstruktívan álljanak a törvénytervezethez. A szavazónap legvalószínűbb szerdán lesz, így legkorábban a hétvégig állhat fel az új kormány. Stúdió. Köszönöm szépen, István, az összefoglalót. Én pedig bemutatom ma esti vendégeimet. Sándor József, a Szerbia Egyesült Régió képviselője. Jó estét kívánok. És Csizik Károly, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga képviselője. Köszöntöm a tisztelt nézőket! A szabadkai stúdióban pedig figyelemmel kíséri a műsorunkat, és hozzászól majd Varga László, a VMS képviselője. Jó estét kívánok! Mindhárman ott voltak a mai képviselőházi ülésen, és este felé vagy estére eljöttek ide a stúdióba. Önök szerint milyen volt ez a mai vita a parlamentben, illetve milyen kormány várható? Hát kezdjük akkor. Köszönöm ilyen szépen. Sorrendben. Köszönöm szépen. Valóban most érkeztünk néhány perccel ezelőtt a szerbiai parlamentből. Egy nagyon nehéz és viharos nap közepén vagyunk, hogy mondjam így, ahogy hallották a kedves nézők, a vita nagyban folyik még, és úgy gondolom, hogy tényleg késő éjszakába fog torkolni. Hát nyilván ennek a fő oka az, hogy egy 170 nap a nappal ezelőtt bejelentett kormányváltoztatási szándék nagyon kultára sikeredett, tehát 170 nap múlt el attól a perctől kezdve bejelentették a változtatási szándékot. A szándék az volt, hogy fölmérve a miniszterek tevékenységét, munkájának eredményét, egy valós mérvadó változtatás történjen. Tekintettel arra, hogy
az anyagot, a javaslatokat tegnap délután kapták meg a képviselők. Én azt hiszem, hogy ez egy ilyen sebben lobbal összedobott javaslat, és én egyezek azzal a véleménnyel, hogy egyszerűen nem tudni, hogy mi várhat a következő időben. Csizik úr? Hát van egy közmondás, ami úgy szól, hogy vajudik egy és megszületett a kisegér. Nagyjából ehhez tudnám hasonlítani ezt a próbálkozást, ami igazából valóban egy próbálkozás, de valami véget ez nem sikerült. Ez is egy olyan dolog, hogy mint vannak ilyen dolgok, hogy van, akik beszélnek róla, van, akik csinálják. Hát mi csak beszélni tudunk róla, ezt a nagyok csinálják. Ők egyezkedtek, ők tárgyaltak, úgyhogy igazából mi nem is tudjuk, hogy a kulisszák mögött miről folyt a vita. Mi csak most az eredményt látjuk, ami hát eléggé soványra sikeredett, hogyha azt nézzük, hogy fél évvel ezelőtt Nagy Csinderettával bejelentett kormány rekonstrukciót vártunk, és akkor most előálltak egy törvényjavaslattal, amiben végül is a lényege az, hogy egyik minisztérium, tehát a pénzügyi és gazdasági minisztériumot gyakorlatilag ketté osztják, és kettő minisztérium lesz, két tárca lesz belőle, így most 18 minisztérium lesz, egyel több, mint eddig volt. Olyan fontos változásokra sem nem került sor, mint például a környezetvédelemnek a kérdése, ami gyakorlatilag Európai Uniós föltétel, vagy föltétel lesz majd a csatlakozás előtt egészen biztosan, úgyhogy ezt sem nem tudták beleiktatni. Akkor a csatlakozással kapcsolatos kérdések sincsenek megoldva, tehát majdnem minden maradt a régiben, úgyhogy mai napon erről a törvénytervezetről igazán nem is nagyon akart senki beszélni, főleg inkább mindenki a kormány átalakítást feszegette, és a ilyen értékelést próbáltak tartani, hogy mi az, amit elértek az elmúlt egy esztendőben, mi az, amit megígértek és nem valósították meg, mi az, ami sikerült. Tehát valami ilyen egy kicsit félre sikeredett hangulat uralkodott. Most Varga Lászlót szólítom Szabadkáról. Tehát milyennek találja ezt a mai ülést és a esetleges új kormányt? Azt gondolom, hogy aki nézte a mai közvetítést, az láthatta, hogy a mai vita az egy minden színvonalat alulmúló vita volt. Nem a napirendről szólt, és jelentős részben nem is a kormány átalakításról, különböző személyeskedések, sértegetések jellemezték. Ami az elmúlt 6 hónap után talán legnagyobb csalódásként elmondható, vagy megfogalmazható, azaz, hogy a mai napon, 2-3 nappal a kormány átalakításról szóló vita kezdete előtt sem tudják azok az emberek sem, akik ezt az országot vezetik, azt, hogy milyen struktúrával fog az ország valamikor januárban hozzáfogni az Európai Unióval folytatandó csatlakozási tárgyaláshoz. Tehát azon felül, hogy azon túl, hogy nincs az országnak fő tárgyalója, elképzelés sincs arra vonatkozóan, hogy a kormányzati struktúra tekintetében melyik tárca, vagy esetleg egy kormányalelnök, vagy egy harmadik megoldás lesz majd a végén az, amely azt a célt fogja szolgálni, hogy az ország minden rövidebb időn belül elkezdhesse, és utána majd egyszer be is fejezhesse a csatlakozási tárgyalásokat mindazokon, természetesen mindazokon a hiányosságokon túl, amelyekről képviselőtársaim is beszéltek. A Szerbiai Szocialista Párt szerdával csütörtökön teszi közzé miniszter jelöltjeinek a névsorát. A szerb haladó párt ezt már részben a tegnapi főbizottsági ülésen, illetve ma a parlamentben megtette. Az pedig már korábbról közismert, hogy a pénzügyminiszteri poszt várományosa Lazar Krstić. A Védelmi Minisztérium élére Nebojsa Rodićot javaslom, a biztonsági tájékoztatási ügynökség eddigi főnökét. Ez az ember becsületesen végezte a munkáját. Csak egyharmadát használta fel azoknak az intézkedéseknek, amelyekre a törvény feljogosítja, mégis kétszeres eredményt ért el. Olyan emberről van szó, aki reggel 6:30-ra megy munkába, és késő estig dolgozik. Szorgalmas és a belgrádiak körében közismert, hogy szolgálati kocsi helyett gyakran kerékpárral közlekedik, kíséret nélkül. A Régiófejlesztési és Helyhatósági Minisztérium élére Igor Mirovićot, a szerb haladó párt alelnökét javaslom. Azt várom el tőle, hogy ne csak a Vajdaságban, hanem egész Szerbiában mutassa meg, mennyire gondját viseljük a helyhatóságoknak, hány jó projektumot tudunk végrehajtani, és hogyan használjuk fel az európai alapokat.
Alekszandar Vučić a parlamentben bejelentette, hogy pártja holnap tartja meg az elnökségi ülést, amelyen a miniszterjelöltekről döntenek. A mezőgazdasági miniszter tisztségére Dragan Glamočićot, az újvidéki mezőgazdasági kar rendes tanárát, gazdasági miniszternek pedig Saša Radulovićot javaslom. Meglátjuk, hogy az elnökség elfogadja-e a javaslatomat. Minden esetre a szerb haladó párt elvégezte a feladatát. Az említettek mindegyike, köztük Lazar Krstić is párton kívüli személy. Dragan Glamočić az Egyesült Államokban volt továbbképzésen, háromszor választották meg a katedrára, az egyik legnagyobb szakértő. Ezt azért mondtam most el, mert tegnap megígértem, és azért, mert mi a megígért határidőn belül teljesítjük a miniszterjelöltek közzétételére vonatkozó ígéretünket. A VMS ma este felé tartotta meg elnökségi ülését Szabadkán. Éppen ezért jelentkezik Varga László Szabadkáról, a Szabadkai stúdióból. Tehát akkor, Varga úr, milyen álláspontra helyezkedett a kormány átalakítással kapcsolatban a VMS? Két kérdéssel kapcsolatban kell majd a parlamenti frakcióknak ezen a héten állást foglalni. Egyrésztről valószínűleg szerdán kerül sor a minisztériumokra szóló törvényről, törvényvonatkozó szavazásra, utána pedig vagy pénteken vagy szombaton fog megtörténni az új kormány bemutatása a miniszterelnök expozéval, és utána zárul majd a szavazásra. Ezzel a két kérdéssel kell minden parlamenti frakciónak, ahogy az előbb mondtam, ezen a héten jó értelemben megbirkóznia. A PMS, ami az új kormányzati struktúrát illeti, ezzel kapcsolatban egyrésztről azon a véleményem van, és ez a korábbi években is ezt az álláspontot képviseltük, hogy a mindenkori kormánykoalíciónak a szíve joga az új kormányzati struktúra felállítása. Ugyanakkor azokat a fenntartásokat, amelyeket az előbb elmondtam, azokat nyilvánvalóan képviselni fogjuk, és ez azt fogja eredményezni, hogy a törvénnyel kapcsolatban nem el fogunk szavazni. A másik kérdéssel kapcsolatban se látunk semmilyen olyan körülményt, amely az eddigi parlamenti státusunk megváltoztatását kellene, hogy eredményezze. A VMS a tavalyi parlamenti választások óta ellenzéki párt, egy olyan ellenzéki párt, amely minden olyan törvényjavaslatot, minden olyan parlamenti döntést, amely kapcsolatban azt gondoljuk, az a meggyőződésünk, hogy előre viszi ezt az országot, azokat rendre megszavaztuk, amely kapcsolatban pedig az ellenkező véleményen voltunk, azok ellen szavaztunk. És hát ennek a hozzáállásnak köszönhetően sikerült jó néhány eredményt is elérnünk parlamenti pártként, úgyhogy ellenzékként nem vettünk részt a parlament munkájában, elég, hogy csak a második világháború során is végén a magyarok sérelmére elkövetett parlamenti deklarációra utalok vissza, vagy a csurogi államfői főhajtásra. És hát ezt a hozzáállást, ezt a magatartást fogjuk az elkövetkező időszakban is képviselni. Mind olyan kérdést, amelyek esetében nem értünk egyet a kormánykoalícióval, azok a kapcsolatban vigyázatokat fogunk megfogalmazni, javaslatokat, azok a kapcsolatban, amelyekről, hogy az előbb mondtam, pedig azt gondoljuk majd, hogy a itt élő emberek érdekét szolgálják, azokat támogatni fogjuk. Köszönöm szépen egyelőre Szabadkáról. Sándor Józseftől kérdezem most, hogy a Szerbia Egyesült Régiói most ellenzéki pozícióból fog politizálni? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, egy új és egy váratlan helyzet alakult ki. 13 hónappal ezelőtt, amikor a kormány megalakult, a Szerbia Egyesült Régiói nem önként jelentkezett a kormányba, úgy hívtak bennünket. Bizonyos kérdésekben konszenzus született az akkori fölkérés mentén, az európai integrációs folyamatok, a gazdasági változások és egyéb programok mentén egyeztünk meg abban, hogy beszállunk a kormányba, hogy segítsük a haladást vagy a jó útra, jó úton való előre lépéseket. Azt kell, hogy mondjam, hogy most nem önszántunkból szálltunk ki a kormányból. Én részt vettem az utolsó percig a megbeszéléseken, tehát lent voltam Belgrádban, és Dinkić elnök úr mellett a képviselő kollégákkal részt vettünk a konzultációkon, az egyeztetéseken, és én újra elmondom azt, hogy a mi minisztereink megcsinálták a jelentéseket arról, hogy mit dolgoztak, mit tettek, mi volt ennek a 13 hónapnak az eredménye. Tudomásom szerint egyetlen más minisztérium nem tette le az asztal, és miniszter sem tette le az asztalra jelentését. És ennek a végeredménye, ennek a beszélgetésnek a végeredménye, ugye az a furcsa hétfői nap, amikor a miniszterelnök úr bejelentette, hogy ránk tovább nem számít, tehát gyakorlatilag mi
a kormányból kiléptünk. Tehát a mai naptól mi ellenzékben vagyunk, ami azt jelenti, hogy Szerb Egyesült Régiói eddig is azon fáradozott és azon dolgozott, hogy a programcélokat minél jobban teljesítse, minél jobban előre mozdítja. Mi továbbra is azokban a kérdésekben, amelyek Szerbiának fontosak, és amelyekben konszenzust tudtunk teremteni annak idején, mi azt támogatni fogjuk. Minden más kérdésben pedig erős és komoly ellenzék fogunk lenni. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga most az új törvény után, illetve a kormány átalakítása után hogyan fog politizálni? A Vajdasági Szociáldemokrata Liga továbbra is úgy fog politizálni, mint eddig. Mi eleve startból már ellenzéki párt voltunk, nem vettünk részt a kormánynak a munkájába, ebből kifolyólag ebben a kormány átalakításban se nem voltunk bekapcsolva, úgyhogy mi ebben nem vettünk részt. Eleve nem nagyon számíthatnak a támogatásunkra, viszont vannak olyan pozitív dolgok, amelyekben természetesen támogatni fogjuk a pozitív lépéseket. Elsősorban itt kiemelném azt, hogyha mindent, ami az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos, ott számíthatnak a Vajdasági Szociáldemokrata Ligának a támogatására, mivel mi 23 éve ezt tűztük tehát ilyen célkitűzéseink vannak, hogy támogatjuk az Európai Uniós csatlakozást, és minden máson pozitív dolgot, ami azzal jár, hogy jobban éljenek a Vajdaság polgárai, egyáltalán egész Szerbia polgárai, ott számíthatnak ránk, de egyébként nem nagyon valószínű, tehát mi most ezt a kormány átalakítást nem fogjuk támogatni. Még néhány képviselő véleménye következik. A Demokrata Párt parlamenti frakciója tegnap délután egyeztetett a parlament ülésével kapcsolatban. A frakció vezető a parlamentben ma a következőket nyilatkozta. A Demokrata Párt felkészült rá, hogy a lényeges dolgokról vitázzon. Ez a mostani kormány átalakítás azonban már komédiává változott, erről most meg is győződhettünk. 6 hónapjukba tellett, hogy egyetlen mondatot módosítsanak a minisztériumokról szóló törvényben. Azt, hogy a pénzügyi és gazdasági minisztérium most ketté válik. Képzeljék csak el a hatalmon lévő zsenik kapitális erőfeszítését, akiknek 6 havi igyekezete kellett ahhoz, hogy egyetlen bekezdést megváltoztassanak, sőt a szorványról való gondoskodást most ismét áthárították a külügyminisztériumra, miközben nem biztos, hogy a szorványügyi iroda fennmarad-e. A lényeg az, hogy ennek a kormánynak nincs szakértelme, nincs programja, nincsenek tervei. Nem tudjuk, mit fognak csinálni, sőt azt sem tudjuk, kik lesznek a miniszterek. Ez azt jelenti, hogy Ivica Dacic kormánya megbukott. Ez egy új kormány, Alexander Vučićé, amelyben nincs politikai irányváltás, hanem marad a fotelharc. Szerbia polgárai számára semmi jót nem hoz. A Liberális Demokrata Párt sem elégedett a kormány átalakításával, halljuk most Popovics Juditot, aki szintén a stúdióban szerettem volna vendégül látni, a parlament ülése miatt azonban ennek a meghívásnak nem teltett eleget. Szerintünk először is csökkenteni kellene a minisztériumok számát, tehát ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb, ők ahelyett, hogy csökkentenék, ők növelték is egy minisztériummal, tehát 17 helyett most 18 lesz, tehát ez az, ami problematikus. Tehát ez az egész rekonstrukció egy olyan tragikomédia. Sajnos sokat több a tragédia, mint a komédia. A polgárokra nézve és magára az államra is. Hát először is össze kellene vonni bizonyos hatásköröket. Problematikus az, hogy bizonyos részlegek annyira szét vannak verve, hogy eleget tegyenek különböző követeléseknek. Most jelenleg két nagyobb pártról beszélünk, a haladokról és a szocikról. De tulajdonképpen ez annyira jellemző az egész politikai életre itten Szerbiában. Tulajdonképpen ők az egész politikai életet egy feudalizmus szintjére engedték le. Ez a mai ülés az EDP szerint hova fog vezetni? Hát tulajdonképpen sehova. Tulajdonképpen sehova. 6 hónapja már, hogy beszélnek a rekonstrukcióról, beszélnek arról, hogy akarnak modernizációt, az európás integrációkról, meg hasonlókról beszélnek, hogy tulajdonképpen nem történik semmi. Ez valahogy mindig a felszínen marad, és azt, amit valóságban meg kellene csinálni, azt nem, soha nem is viszik végbe.
a Csedomir Jovanovic vezette a liberális demokrata párt mikor szavaz igennel erre a törvényjavaslatra? Erre a törvényjavaslatra biztos, hogy nem szavazunk igennel, azért mert tudjuk, hogy mennyire rossz, és hogy mennyire folytassa azt a rossz politikát, ami tulajdonképpen ide is vezette az egész gazdaságot, az egész országot, az egész államot, és tulajdonképpen a polgároknak ezt a rossz életét. Tulajdonképpen a prioritások körül van a probléma, tehát a prioritásokat összezavarták annyira, hogy maguk a polgárok se értik, hogy mi is tulajdonképpen itt a legfontosabb. Legfontosabb az, hogy a gazdaságot tehát beindítsák, hogy a gazdaság adjon valamilyen eredményt olyan értelemben, hogy ez a munkanélküliség is csökkenjen, és hogy tulajdonképpen az a mindennapi élet megváltozzon. Amit ők eddig fölmutattak, mi nem láttunk semmilyen kapacitást, hogy komolyan megváltoztassák ezt a nagyon rossz gazdasági helyzetet, amikben élünk. Tehát nem elegendő az csak, hogy mi a korrupció ellen harcoljunk, és hogy mindennapos tanújai legyünk bizonyos skandáloknak. Fontos az, hogy megváltoztassák azt a hozzáállást a gazdasághoz. Hát eddig tulajdonképpen állandóan az állami gazdaságról beszéltünk, az állami beavatkozásról, és az nem adott eredményt, és nem is fog adni eredményt. Szintén a stúdióba hívtam Kis Márton Ottót, a Szerb Haladó Párt képviselőit, aki azonban a nap folyamán riporterünknek nyilatkozott a parlamentben. Ezek olyan technikai is elég csak a törvénybe. Nem valami nagy dolog. A legnagyobb, amit ez a törvényjavaslat ajánl, az a minisztérium financia és a gazdasági minisztérium elosztása két részre. Külön lesz a pénzügyi minisztérium, és külön a gazdasági minisztérium. Ezt kifogásolja az ellenzék, hogy hónapokat kellett várni, hogy ezt az egy mondatot megváltoztassák. Hát nézd, azt néztük, hogy eddig hogy dolgozik a kormány, és mi az, amit kellene cserélni. És gondolom, hogy ez nem olyan kis csere. Nagyon bízunk benne, hogy ezzel a különválasztás, mikor különválasztjuk ezt a két minisztériumot, hogy sokkal többet hatékonyabban tudnak dolgozni a minisztériumok, mert a célunk a jövőbe, vagyis mától és továbbra, a gazdaság fejlesztése és a munkanélküliség csökkentése. Kifogásolja az ellenzék azt is, hogy nemhogy csökkentették volna, mint a liberális demokrata párt úgy szeretné látni az új kormányt, hogy 12 tárca lenne, önök még emelték is. Ez még külön kiadást is jelent a háztartás számára? Nézze, új munkások ezért nem lesznek fölvéve, mert ezek a minisztériumok most is voltosak egybe, de most szét lesz választva, úgyhogy lehet, hogy most lesz több miniszter, de lehet kevesebb miniszter helyett is. Úgyhogy, ahogy az ajánlatban is áll, hogy ez nem fog követelni nagyobb kiadást. A Szerb Haladó Párt a legerősebb párt jelenleg most itt Szerbiában. Őket írja a legnagyobb felelősség is. Az ellenzék, tehát én most rájuk hivatkozok, mivel ön a Szerb Haladó Pártból van, kifogásolja, hogy az életszínvonal terén semmit nem értek el, hogy programmal nem járultak a képviselőház elé. Erre önök mit válaszolnak? Nézd, a helyzet az országban nagyon nehéz, ez biztos. És nem nehéz egy évvel ezelőtt kezdett nehéz lenni, hanem talán az utóbbi 20 évvel. És nem is lehet elvárni, hogy egy év alatt a kormány, akármelyik kormány nagy javítást hozhat elő, tud előhozni, igen. De ugyanakkor az első évben legtöbbet dolgoztunk azon, hogy csökkentessük a korrupciót. És gondolom, hogy ott jó eredmények is meg lettek érve. És azért mondom, hogy most a jövőben pedig akarjuk csökkenteni a munkanélküliséget, és nagyon remélem, hogy az sikerülni is fog. Mert azért is dolgozunk, azért is vagyunk politikában, hogy az országban jövőben jobb legyünk. Az ellenzék ezt az egész kormány átalakítását egy komédiának nevezi, sőt megjegyzi, hogy ez mind azért volt szükség, és azért van szükség, hogy Ivica Dačić kormányfő
pozícióját megingassa a Szerb Haladó Párt, pontosabban Alekszandr Vučić, a Szerb Haladó Párt elnöke. Erre ön mit válaszol? A Szerb Haladó Párt az biztos, hogy ma a legerősebb párt. De én Vučićtól még sose hallottam azt, hogy ő a Ivica Dačićot akarja felváltani választások nélkül. Na jövőben, hogyha lesznek választások, akkor majd meglássuk, hogy ki nyer a választáson, és hogy ki fogja adja a kormányfejt. De most őtőle még nem hallottam azt, hogy azt mondja, hogy a Ivica Dačić helyett Vučić kell legyen a kormányfej. Régóta politikus. Ön szerint ez egy előjátéka a rendkívüli választások megtartásának? Hát én azt mondhatom, hogy úgy kell dolgozzunk, mintha választások nem lesznek még 3 évig, de ugyanakkor készülni kell a választásra, mintha lesznek jövő hónapon. Mit várhatunk el tehát az új kormánytól? Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy a Szerbia Egyesült Régiói nem elégedettek a benyújtott tervezettel. Mi nem ezt vártuk tulajdonképpen 170 nappal ezelőtt, amikor a megbeszélések elkezdődtek, és nem azért, mert mi nem vagyunk most már kormányon, hanem azért, mert nagyon sok olyan miniszteri szék nem lett megmozgatva, amely szerintünk nem dolgozott, és ettől kezdve, hogy mondjam én is azt, hogy ez inkább smink. Nem nevezném tragikomédiának a parlamentnek az ülését, hanem inkább egy hosszú erőködés utáni sikertelen próbálkozásnak. Magától, az új kormánytól hát sokat nem vártunk el, én nagyon félek attól, hogy nem lesz sikeres ez a kormány, se tovább fogunk így kínlódni, mint eddig. Varga úr, Szabadkáról. Mikor egy évvel ezelőtt megalakult ez a kormány, akkor 4 kulcsfontosságú cél tűzött ki maga elé. Egyrésztről az országban uralkodó gazdasági helyzet megváltoztatását, másrésztről a rendkívül negatív demográfiai trendek megfordítását, harmadrészt a koszovói kérdés megoldását, negyedrésztről pedig az európai integrációs folyamat fölgyorsítását. Az utóbbi 2 kérdésben azt gondolom, hogy jelentős sikereket tudott ez a kormány ebben az elmúlt egy évben elkönyvelni. Mi azt várnánk el, hogy a egyébként egy évvel ezelőtti kormányban első és második prioritásként meghatározott demográfiai és gazdasági helyzetre vonatkozó célkitűzéssel kezdjen el a most felálló új kormány sokkal többet foglalkozni, mert hogy ezekkel a kérdésekkel, hogy ezen területeken megszületett sikerekkel maradt igazából ez a mostani kormányadós. És még egy utolsó kérdésem van a stúdióban lévő vendégekhez is, és a szabadkai vendégemhez is. Hogyan látják, tekintettel arra, hogy az RTV vendégei ma este, hogyan látják az RTV pénzelésének megoldási lehetőségét? Először Szabadkáról. ...ként is, és magyar képviselőként is fölháborítónak nevezhető, csak vagy azzal a jelzővel illethető, ami történik a közszolgálati média finanszírozása körül. Az országostól, a tartományin keresztül, és különösen a tartományin keresztül, de a regionális vagy helyi közszolgálati médiáig bezárólag igaz ez a megállapítás. Akkor 2011 őszén elfogadta az ország azt a médiastratégiát, amely akkor a tagjelölti státus elnyerésnek az egyik előföltétele volt. Akkor egy határidő, pontosan egy határnapló került megállapításra, amely határnaplóban szereplő határidő szerint kb. Egy évvel, vagy pontosabban több mint egy évvel ezelőtt meg kellett volna, hogy szülessen a média területét szabályoz új jogszabályoknak, és hogy ez akkor megszületett volna, akkor biztos nem állt volna elő az a helyzet, vagy az állapot, amely jelen pillanatban aktuális. Kíváncsian várjuk a kormányprogramot, hogy helyet kap-e ez a kérdés a kormányprogramban. Nem föltétlenül kiemelten a vajdasági televízió helyzete, mert biztos így nem fog szerepelni a kormányprogramban, de összességében a közmédia finanszírozásnak a kérdése az mindenképpen benne kellene, hogy legyen. Ugyanakkor az a tény, hogy elsőként a honvédelmi miniszter került bemutatásra, utolsó előttiként a mezőgazdasági, utána meg a gazdasági, és még mindig nem került bemutatásra az oktatási és a kulturális és tájékoztatási miniszter, az azért sok mindent talál többek között azt, hogy nyilván nem ezek a kérdések lesznek a fókuszban, de biztos, hogy nem fog úgy elmúlni a
pénteki vagy szombati parlamenti ülés, hogy mi, mint VMS frakció, ne beszéljünk a Vajdasági Rádió Televízió finanszírozásával kapcsolatos, még egyszer mondom, fölháborítónak, csak fölháborítónak nevezhető helyzetről. Sándor József. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt néhány hónapban több olyan kérdés merült fel a parlament és a kormány munkájában, amely engemet személyesen nagyon zavar, és egyre jobban gátol abban, hogy a munkámat korrekt módon végezzem el, és az én erkölcsi normáim szerint végezzem el. Az ilyen jellegű fölhívás a polgárok felé, amit a helyettes kormányfő bejelentett, hogy emberek hónaptól ne fizessétek, nem kell fizetni, az engemet különösen felháborít azért, mert én egyike vagy azoknak, vagyok azoknak, akik az első naptól kezdve fizetem, és a mai napig is fizetem ezt az előfizetést. Én úgy gondolom, hogy a Szerb Egyesült Régiók annak idején, még mint G17, nagyon komolyan és korrektul hozzájárult egy olyan törvény meghozásához, amely leszabályozta korrekt módon a televíziók finanszírozását, egész a regionális televíziók megnyitásának lehetőségéig. Azt, hogy ilyen törvénytelenségek történnek, mint közfelkiáltással megállítani dolgokat, és nem fölkínálni a megoldást azonnal, hogy ne dőljön be egy rendszer, számomra ez elfogadatlan és felháborító. Csizik Károly. Hát mindenképpen olyan módot kell találni a médiának a finanszírozására, tehát a Vajdasági Rádió Televíziónak a finanszírozására és a szerbiai televíziónak a pénzelésére is, ami nem diszkriminatív, tehát olyan egyforma módon kellene mind a kettőt megoldani. Semmiképpen se úgy, mint hogy most is a költségvetésben, nem tudom, hanyadik oldalon 2000-en fusznótában írta, hogy 2,4 milliárd dinárt kap a RTV, viszont a Vajdasági Rádió Televízióról megfeledkeztek. Nem feledkeztek meg, hanem egyszerűen semmit se nem akarnak juttatni ide, úgyhogy ez nagyon elítélendő dolog. Tehát valami által átfogó megoldást kell találni, semmiképpen se villanyszámlához csatolni még ilyen hasonló spekulációkat, hanem egy konstans megoldást. Köszönöm szépen vendégeinek, hogy eljöttek a stúdióba, és Szabadkán is köszönöm Varga Lászlónak, hogy bekapcsolódott a napjaink műsorába. Mi pedig már témát váltottunk, és most is ezzel a témával folytatjuk. Bojan Pajtitja tartományi kormány elnöke szombaton este a Kucorai Ruszin Folklor Fesztivál megnyitóján azt mondta, hogy a tartományi kormány továbbra is küzd a Vajdasági Rádió és Televízió fennmaradásáért. A szerzett jogokért és a nemzeti kisebbségek nyelvén sugárzott műsorokért. Amíg várjuk, hogy a közszolgálati médiumok pénzeléséről döntést hozzanak, a Vajdasági RTV-nek nincsenek meg többé a legalapvetőbb munkaeszközei sem. A Vajdasági és a Szerbiai Független Újságírók Egyesülete a minap felszólította a kormányt, hogy találjon megoldást a Vajdasági Rádió és Televízió kilátástalan anyagi helyzetére. Egy újvidéki polgár papírt ajándékozott médiaházunknak, csak a köztársasági kormány hallgat továbbra is az ügyben. Rádió és tévéműsor az előfizetésből születik. Őrizzük meg közszolgálati rádiónkat és televíziónkat. Slavisa Grujic szerint a tartományi közszolgálati médiának fenn kell maradnia. Ahogyan megtudtuk a tartományi művelődési és tájékoztatási titkártól, a szerbiai műsorszórási ügynökség pénzelési modellje szerint a közszolgálati médiumokat minden hónapban ugyanazon a dátumon egy előre meghatározott pénzösszeggel látnák el. Az ügynökség illetékesei szerint ez a módszer biztosítaná a közmédiumok függetlenségét. Grujic nem látja a megoldást arra, hogyan maradjon fenn a Vajdasági RTV addig, amíg nem kezdik el a költségvetésből pénzelni. A vajdasági közszolgálati média számára ez nagyon nehéz pillanat. Feltételezem, hogy hasonló a helyzet az SRT-ben is. A fizetések nagyon késnek, rosszak a technikai feltételek, hiányzik az épület. Tehát rengeteg probléma van, amelyet sürgősen meg kell oldani. Az egyedüli kérdés az, hogy a megoldásig hogyan lehet kibírni ezt a helyzetet. Az előfizetésből beérkező pénz napról napra kevesebb, a VRT-t pedig egyedül ebből a forrásból pénzelik. Az SRT-t viszont átmenetileg segítik a költségvetésből is. Grujic nem tudott választ adni arra, hogy a tartományi közszolgálati média miért nem kapja meg ugyanezt a segélyt.
Ez a kérdés nem engem illet, hanem azokat, akik ezeket az eszközöket szétosztják. Lehet, hogy nincs elég megértés ezt illetően, én nem tudom elképzelni, hogy miről van itt szó, és miért van az SRT-nek ekkora elsőbsége a vajdasági közszolgálati médiummal szemben. Slavisa Grujic szerint a vajdasági RTV nem kerülhet a tartomány hatóságába. Ez lehetetlen a jelenlegi rendszer szerint. Ez azt jelenteni, hogy a költségvetésben külön eszközöket kellene biztosítani. Én nem hiszem, hogy ezt megengedik. Az illetékes titkár nem hiszi, hogy az esetleges költségvetési pénzelés megoldja a VRT összes problémáját. Ez nem jelenti azt, hogy nagy eszközök érkeznek majd a technika felújítására, a VRT épülete pedig az utolsó helyen áll. Ezt a kérdést az Európai Unió segítségével kell majd megoldani, mert erre az országnak nincs pénze. Deli Andor szerint a vajdasági RTV kettős fontossággal rendelkező médiaház, mert egyaránt biztosítja a nemzeti közösségek és a többségi nemzet közszolgálati tájékoztatását. A Nemzeti Közösségek Tartományi Tanácsa több nemzetközi szervezethez is fordult segítségért a VRT pénzelési gondját illetően. Ezt a fölhívást a tanács ülését követően, mint ahogy azt akkor az elnökről Bojan Pált is, kormányelnök úr is elmondta, és bejelentette, megküldtük egy 50-es címlistára különböző nemzetközi szervezetek, az EU képviselet, az anyaországok nagykövetsége és egyéb más minisztériumok az ELP kormány címére, ezek mind olyan helyek, amikre eljutott ez a záró határozata ennek a módkori első ülésnek, és hát ez idáig sajnos még nem érkezett hozzánk válasz. Anna Tomanova-Makanova szerint a költségvetésből való pénzelés veszélyeztetheti a közszolgálati médiumok függetlenségét, viszont szerinte jelenleg a VRT fennmaradása a legfontosabb, ezért ez is elfogadható. Tartós megoldásnak az előfizetés módosított változatának a visszaállítását látja. A nemzeti identitás, művelődés és az irodalmi nyelv megőrzésében is létfontosságú, mert hol hallhatjuk és láthatjuk ezt? Csak a vajdasági RTV-n. Tehát ennek a programnak nem csak tájékoztatási rendeltetése van, sokkal jelentősebb. Több jelentős ok miatt is indokolt a létezése, és ennek nincsen ára. Korhec Tamás szerint, ha a törvény engedélyezni is, a tartományi kormánynak nincsen pénze arra, hogy pénzelje a VRT-t. Szerinte a rossz politikai döntések sorozata vezette a vajdasági közszolgálati médiát ilyen nehéz pénzügyi helyzetbe. A magas rangú politikusok bejelentései miatt az előfizetés 60-70%-ról 30%-ra esett. Ez valóban fönntarthatatlanná teszi a VRT-t, és azt mondom, hogy azoknak kell a felelősséget vállalni, akik kiváltották ezt a helyzetet. Ez pedig a köztársasági elnök, illetve a kormányfő és a helyettese. Tehát azt gondolom, hogy az átmeneti megoldás az a vajdasági RTV-t is meg kéne, hogy segítse. Tehát ameddig nem oldódik meg a költségvetési finanszírozás kérdése, addig a felhalmozódott adóságokat a kormánynak kéne állnia, hiszen nem vajdaság okozta ezt a helyzetet. Szlavkorát szerint a vajdasági RTV esetleges beszüntetése durván sérteni a nemzeti közösségeknek a tájékoztatásra való alkotmányos jogát. Vártuk a választ és a megoldást a köztársasági kormánytól, de nyilvánvalóan nem reagálnak a fellebbezéseinkre, és emiatt kénytelenek leszünk ezt a kérdést a nemzetközi közösség elé terjeszteni, ahol majd nyíltan kimondjuk, hogy a vajdasági polgárok követelik az anyanyelvű tájékoztatást. Andreas Bürgermeier szerint az államnak kötelessége pénzelni a vajdasági RTV-t, mert így védi a nemzeti közösségek alkotmányos jogait. Gazdasági alapja ennek nincsen, ennek csak emberi és kisebbségi védelmi joga lehet. Arra pedig kell áldozni olyan mértékben, legalább amilyen mértékben az adót kiválasztjuk. Legalább olyan mértékben, de a javaslatok szerint még az se lesz. És ha az RTV-ben megszűnik ez, akkor milyen jövő előállunk, semmilyen szerintünk.
Daniel Petrovics elmondta, hogy a köztársasági kormánynak sürgősen kell reagálnia a VRT-t illetően. Azzal, hogy nem tesznek semmit, a Vajdasági Rádió és Televízió egyre nehezebb helyzetbe kerül. Veszélyben van a tájékoztatás és a műsorok jó minőségének fennmaradása. Hogyan várhatjuk el az eddig szakszerű munkát végző dolgozóktól, hogy továbbra is csak lelkesedésből dolgozzanak, amikor a fizetések késnek és a létfenntartásuk van veszélyben? Ahhoz, hogy a közszolgálati médiumokat a költségvetésből pénzeljék, meg kell hozni az erre vonatkozó törvénytervezetet, amelyet utána közvitára bocsátanak, és csak ezek után kerülhet elfogadásra. Ez azt jelenti, hogy a költségvetésből való pénzelés a jövő év kezdetéig nem kezdődhet meg, a VRT fennmaradásáról pedig akár csupán átmeneti megoldás formájában senki sem visel gondot. Az elmúlt hetekben több lopás is történt az Óbecsei mezőgazdasági ipari kombinát kukoricaföldjein. Az illetékesek attól tartanak, hogy mivel nem ismerik a kombinát munkamenetét, a kukoricatolvajok által olyan csemege kukorica kerül piacra, amelynél még nem járt le a permetszerek élelmezés egészségügyi várakozás ideje, azaz ártalmas az egészségre. A piacos kofák asztalán a szezonális gyümölcsök és zöldségek között a csemege kukorica egyre olcsóbb. Mint termeljük? Mint locsoltuk, mint szedtük, kéz ott van a fődünk a törökbecse felé. Mennyire fogyasztják az emberek a kukoricát? Hát, amelyik édes, azt szeretik. Mi fajtánkat nagyon szeretik. Ezt én termelem már évek óta. Itt van a Topolyai úton egy olyan kis 10 kvadrátos bosztánom, annak itt 2 kvadrátját beütettem, és hát onnan való a kukorica. Mennyire fogyasztják az emberek? Hát, vagy többen vagyunk most, vagy kevesebbet fogyasztunk, mint valamikor. Valamikor többet. Többet eladtunk, most kevesebbet. Valamikor 5 zsákkal is eladtam egy piacon, most még a 2 zsák is sok. Azonban a napokban nagy port kevert föl Óbecsén, hogy mérgezett kukorica kerülhet a piacokra, hiszen a Pikbecsei mezőgazdasági kombinát földjeiről több tonnányi permetezett kukoricát tulajdonítottak el. Igen, fogyasztottam, de most már nem, mivel hallottam a tévébe, hogy mi történt. Úgyhogy nem. Most már nem. Veszélyes, hogy most ez mi történt, hogy ez csak egy humbuk, vagy valóban igaz-e, hogy ellopták a Pikből annyi fűt kukoricát, és mondták, hogy nagyon veszélyes, és olyan nem tudok, akinek a kertjébe volna, olyan nem tudok, és mondja, hogy nincs, ez nem az a kukorica, de nem merek. Nincs a kommentárom hozzá, mert tényleg ez olyasmi, hogy mivel tényleg még életveszélyes is, mivel permetizve volt, úgyhogy az semmi haszna nem származik belőle, vagy pedig mérgezi a népet, úgyhogy az nagyon, nagyon rossz. Nekünk van, mink vettünk ilyen patogatni való kukoricát, nekünk azt fogyasztunk. Meg van így a jó szágoknak, amit termelünk, saját földünk van. Hallott-e arról, hogy mi történt a Pikpölgyei, mit gondolok? Elég baj, de most mit csináljunk? Sokan azt mondják, hogy a szegénység vezeti rá a népeket erre. Tény, hogy a mezei lopások lassan mindennaposá válnak, és ez alól a kombinát sem kivétel. A több mint 700 hektárnyi csemege kukorica ültetvényen az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a forgalom. A területet 8 őr felügyeli éjjel-nappal. Az elmúlt hetekben napi szinten akadtak illetéktelen behatolókra. Az utóbbi időben gyakran jönnek, pontosan erre a táblára, ahová a csemege kukorica van ültetve, ami igencsak csalogató az eltulajdonítók részére, hiszen most van a szezon, és piacokon vagy másút eladják, amit itt leszednek. Már több csoportot is megzavartunk tevékenységükben. A legutóbbi alkalommal az őrök el is fogták őket, és a rendőrséget is kihívtuk. 2 járőrkocsi is kijött a helyszínre. Vizsgálatot folytatnak, és bűneljárás is indul a tettesek ellen. Konkrétan 6600 cső kukoricáról van szó. Azt azonban nem tudhatják biztosan, melyik táblákról származnak az eltulajdonított kukoricacsövek. Így fennáll a veszélye, hogy permetezett és az emberi fogyasztásra káros csemege kukorica kerülhet a piacokra. A kombinát ugyanis a permetezést és a betakarítást is időszakonként végzi a kukorica érésétől függően.
Az óbecsei kombinátban az idén több mint 700 hektár csemege kukoricát vetettünk. Ennek zöme a szokványos vetés időben történt, egy kisebb hányada viszont a borsó betakarítás után végzett másodvetés. Különböző típusokat vetettünk, szuperédes, cukortartalom növelt és normál édes hibrideket. Ismernünk kell tehát a tenyészidőszakuk hosszát és az egyéb tulajdonságaikat. A vetést a feldolgozó üzemünk kapacitása szerint ütemeztük. Konkrétan minden nap 10 hektárt vetettünk, ugyanis feldolgozó vonalunk ekkora mennyiséget tud naponta feldolgozni. A legtöbb gondunk a gyapottok bagolylepkével és a kukoricamolyjal van. A rovarölőszerek használata elkerülhetetlen. Mi a legegyszerűbb rovarölőszereket alkalmazzuk. A legutóbbi kezelést a Vaunttal és a citrinnel végeztük. Az Avaunt egy új szer, amely kifejezett pete és lárvaölő hatással rendelkezik. A citrin pedig a piretoidok családjába tartozik. Az élelmezés egészségügyi várakozási idő mindkétszer esetében 40 nap. Ez a kukorica, amit most kombájnozunk, teljesen biztonságos. A várakozási időket betartottuk, amit dokumentummal bizonyíthatunk. A zsákokba szedett, eltulajdonított kukorica egy részét sikerült lefoglalniuk, a négy elkövető ellen pedig eljárást indítanak. De a biztonság érdekében arra kérik a polgárokat, hogy csak olyanoktól vásároljanak csemege kukoricát, akikről saját termésű tengerit árusítanak. Ma anyanyelvből tettek, holnap pedig matematikából tesznek kísérettségi vizsgát azok a nyolcadikosok, akik júniusban igazoltan nem vizsgázhattak. Körülbelül 1100 ilyen nyolcadikos diák van. Függetlenül attól, hogy az eredmény semmilyen hatással sem lesz a középiskolai felvételre, a kísérettségi minden diák számára kötelező, mert csak így kaphatnak bizonylatot arról, hogy elvégezték az általános iskolát, hangsúlyozták a minisztériumban. Az oktatási intézmények számára vajdaság szerte gondot okoz a diákok létszámának csökkenése. Az adai műszaki iskolában a korábbi 8 helyett csupán 6 első osztály indul, ám az intézmény igazgatója szerint ez nem befolyásolja számottevően az intézményben folyó munkát. Az adai műszaki iskolában augusztus közepén kezdődtek meg a szeptemberi tanévkezdésre vonatkozó előkészületek, annak érdekében, hogy a pótoktatás és a pótvizsgák időszaka után szeptember 2-án új lendülettel kezdődhessen meg újra a tanítás. Az új iskola év azonban újabb változásokat hoz majd az intézmény életében. Ami a változásokat illeti, jelentősebbek nem lesznek, legfeljebb olyan szempontból, hogy kevesebb első osztályt engedélyezett a minisztérium megnyitni. 6 első osztályt engedélyeztek, és hát az iratkozás az első kör után biztatóan tekintünk arra, hogy mind a 6 osztályt meg tudjuk nyitni. 5 magyar tannyelvi osztály lesz, és egy szerb tannyelvi osztály. Hát egyedül a szerb osztályoknál, illetve osztálynál van gond a tanulók létszámával. A szerb nyelvű számítógéprendszerek adminisztrátora szak esetében, amelynek megnyitása még kérdéses, kísérleti jellegű szakról van szó, ahol a tanuló létszám 20 fő. Eddig azonban csupán 5-en jelentkeztek. Az intézmény vezetője ennek ellenére bizakodó. Vannak még pótvizsgázók is, meg ismétlő tanulók is, úgyhogy reméljük, hogy ha más nem engedélye el a minisztérium ezt az osztályt, jóvá hagyja. A többi magyar osztálya nincsen gond, ugyanis az a 15-ös tanuló létszám, az a minimális létszám, ami szükséges ugye a 30-as létszám osztályoknál, hogy az osztályt meg tudjuk nyitni, az szinte már az első körben betelt, és ezen kívül még hát ott is vannak természetesen, akik pótvizsgáznak majd, illetve van ismétlő tanuló is, aki még nem iratkozott be, úgyhogy tehát az 5 magyar nyelvű osztálya nincs gond, és hát ennek megfelelően akkor már a tantárgyfelosztást is el tudtuk végezni a nyár folyamán, illetve elkészültek az órarendek is. A műszaki iskolának eredetileg 8 tagozat elindítására lenne joga, ám mivel az előző tanévben a 3 éves villanyszerelői és autóvillanyszerelői szakot nem tudták elindítani, már akkor is csupán 7 tagozat indult. Idén pedig tovább csökkent azok száma, hiszen ezúttal 2 szak esetében nem kapták meg a megnyitáshoz szükséges minisztériumi engedélyt. Az egyik osztály a számítógéprendszerek adminisztrátora
ami kísérleti tagozat, és hát olyan vélemény volt, hogy egyik iskolába se engednek ilyen osztályt, és hát ezt magyar nyelven szerettük volna szintén beindítani. Na, ezt az osztályt vették el, és a másik egy 3 éves szak, a textil szak, ahol hát 15 varó és 15 kötő szerettünk volna beírni, mivel hogy az előző iskolében nagyon kevesen jelentkeztek, összesen 5-en vannak jelenleg, ezért hát ezt az osztályt vették el azzal az indokkal, hogy az előző iskolában kevés tanuló érdeklődött ez a szak iránt. Az igazgató szerint mindez nem befolyásolja jelentős mértékben az intézményben folyó munkát, hiszen csak nem minden tanár számára biztosítani tudják a normák által előírt óraszámot. Igaz, szerződéses jogviszonyú munkatársakat nem fognak tudni foglalkoztatni. Úgy néz ki, hogy technológiai fölösleg nem lesz emiatt. Egy néhány tanárnak valamivel kevesebb órája lesz a 100%-tól, de kevés olyan tanárunk lesz, akinek nem lesz meg a normája. Úgyhogy jelenleg az állandó munkaviszonyban lévő tanárokról beszélek természetesen, biztosítva van mindenkinek a teljes, szóval egy néhány kivétellel ugye a teljes norma többieknek biztosítva van, viszont hát szerződéssel nem fogunk majd alkalmazni külső munkatársakat. Az intézmény évek óta próbál igazodni a tanulók folyamatosan változó igényeihez, ezzel próbálva meg vonzóbbá tenni számukra a szakoktatást. A tanulók véleménye az általános iskolában, a végzős osztályokban, az fontos volt számunkra, és hát igyekeztünk ezeknek eleget tenni. Éppen ezért olyan szakokat nyitottunk, nem csak most a következő iskolai évről van itt szó, hanem ugye az előző iskolai években is már, hogy hát ezek szinte mind a számítógéppel kapcsolatosak, és mivel hát ugye a számítógépek igen népszerűek manapság, meg hát szükség is van ugye az iparban is erre, meg hát a különböző gyárakban, ezért mint szakiskola, mi ideje korán már felszerelkeztünk számítógépekkel, úgyhogy merem állítani azt, hogy a környékben az egyik legjobban felszerelt iskola vagyunk számítógépek szempontjából, és hát ilyen módon ugye fontos számunkra az a visszajelzés, hogy mire van igény, illetve mit szeretnének a tanulók. A diákok igényei mellett azt is folyamatosan követik, mire van szüksége az adai és a környékbeli iparnak. Ennek megfelelően tervezik az új szakok indítását is, figyelembe véve az iskola felszereltségét, valamint a szakkáder állományát is. Az a helyzet van Adán, hogy itt azért az ipar is még elég jól működik, viszonyítva a többi községhez képest, és a 3 éves szakok közül a CNC szakmák azok igen népszerűek, és ott soha nem volt az előző években sem, meg most sem, nem volt gond a tanulók jelentkezésével. És hát azon kívül ugye a technikus szakoknál is, amelyek 4 évesek, mint említettem, a számítógépek kapcsolatos szakmákat választottuk, mint a gépészeten is, és fémmegmunkálás szakterületén, mint az elektrotechnika, illetve az építész technikusoknál is. A fejlesztések tekintetében jelenleg a számítógépek egy részének erősebb gépekre való cserélésére lenne a leginkább szükség. Ugyanis az új szak olyan programok futtatását is megköveteli, amelyeknek a zavartalan működéséhez a jelenlegieknél erősebb számítógépekre van szükség. A legfőbb cél tehát jelenleg ezeknek az új gépeknek a mielőbbi beszerzése. Ugyanis, ahogyan az intézmény igazgatója fogalmaz, továbbra is a színvonalas oktatásra és a fejlődés lehetőségének biztosítására kívánják helyezni a legfőbb hangsúlyt. A kísérettségizők teszt eredményei eltörlésének nagyobb hatása lett a középiskolai iratkozásra, mint ahogyan azt sejteni lehetett. Az általános iskolából hozott átlagok egyeztetése miatt komoly kihívásokkal néznek szembe a középfokú oktatási intézmények. Többek között az óbecsei középiskolákban is jelentősen csökkent az elsősök száma. A legnépszerűbb a közgazdasági kereskedelmi középiskola, ahol 10 szakon mintegy 258 üres hely várta az elsősöket. Az iratkozás követve szinte minden osztály megtelt, és csak kevés szabad hely maradt fenn. Üres helyek vannak, szerb nyelven is, magyar nyelven is, 23 hely van
szárvnyelven, és 9 hely van magyar nyelven. Magyar nyelven van 8 hely ügyviteli adminisztrátorban, és 1 hely pénzügyi adminisztrátorban. Szárvnyelven van 6 hely ügyviteli adminisztrátorban, közgazdasági technikusnál 6 hely, még turisztikai technikusnál 5 hely. Az a többi pedig tele van. A mi iskolánkban szabad helyek kevesek vannak, ahhoz képest, hogy milyen kevés a diák Vajdaság területén, úgyhogy mi nekünk ilyen nagy gondjaink nincsenek egyelőre. A terv szerint iratkoztak a diákok, kevés szabad hely maradt. A műszaki középiskolában már rosszabb a helyzet. A minisztérium jóváhagyása szerint 2 osztállyal kevesebb, csupán 5 szak nyílt az idén. Az iskola vezetősége úgy véli, ezt a határozatot a kevés számú iratkozandó diák miatt hozták meg. Azt nem tudjuk, hogy a minisztérium ezt a 2 osztályt miért nem engedélyezte, vagy hagyta jóvá nekünk. Föltételezzük, hogy attól tartottak, hogy ebben az évben kevesebb számú született gyerek, vagy beiratkozandó gyerek van, és hogy ezzel eleve szűkíteni akarták a lehetőségét, hogy a sok gyerek ne menjen szét, ugye, hogy több kis számú osztály lenne. Viszont beátszott az is, hogy a záróvizsga az elemi iskolában így folyt le, ahogy lefolyt, és hogy ebből kifolyólag sok diák úgy azonos pontszámmal bírt tömörülni az ilyen általános, tehát gimnázium jellegű iskolákba és népszerű iskolákba, viszont a szakiskolák azok jobbára gyerek nélkül maradtak. A következmények kicsit gondolom feszültséget okoznak, de még nem annyira vészesek ebben az évben. Sok tanárnak már nem lesz meg a teljes normája, az még nem fordult elő, hogy nálunk valaki teljesen munkanélkül maradjon, de hogyha ez folytatódna, ez az irányzat, az problémákat okozna a tanárok munkahelyével, munkájával kapcsolatban is. Az Óbecsei gimnáziumban azonban 1 osztállyal kevesebb elsős indul őszre, míg a szerb nyelvű osztályok mind az általános szakon, mind a társadalmi nyelvi tagozaton többnyire megteltek. Magyar nyelven az általános szakon fenntartott 60 helyre csupán 28 diák iratkozott. A kísérettségi megsemmisítéséből csak a városi nagyközpontoknak lett hasznuk, amelyek magukhoz vonzották a VUK diplomásokat és terven felüli osztályokat nyitottak. Úgy hiszem, hogy ez nyomta rá bélyegét a gimnáziumba való beiratkozásra is. A kísérettségi a törvénnyel összhangban zajlott le, és számoltunk az esetleges túljelentkezéssel is. Aggódok a 2020-ig szóló szerbiai oktatásfejlesztési stratégia jövőjét illetően is. A stratégiában ugyanis az áll, hogy a középiskolai oktatás szerkezetében 40% kell, hogy jusson a gimnáziumokra, miközben most ez az arány alig több 20%-nál. Hangsúlyozom, hogy az Óbecsei gimnáziumban jelenleg nincs fölösleges tanárunk, ami jó, de ez változni fog rossz irányba, amint elballagnak azok a korosztályok, amelyeknél 2-2 magyar tagozat van. Kétségtelen, hogy vannak iskolák és vannak osztályok, amelyek nagyon nehéz helyzetbe kerültek a vajdasági oktatás szempontjából. Nem feltétlenül a kísérettségi okán, hanem egyszerűen a gyermekszám csökkenése miatt, ami a jövőben magával vonhatja a tanári munkaerő feleslegessé válását is. A napjainkat látták, a ma esti műsort velem együtt végignézték itt a stúdióban ma esti vendégeim is, és helyenként helyeslően bólogattak, vagy esetleg ingatták a fejüket. Lehet, hogy még egy következő parlamenti ülés után is innen tudunk majd beszélgetni. Önöknek, kedves nézőink, köszönjük az egy óráig tartó figyelmüket, jövő héten Szakács Áron várja önöket az újabb műsorral. Viszontlátásra!